A Helsinki Olimpia 70. évfordulójára állított emlékművet Melokkó Miklós tervezte 2022-ben az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére. Az alapítvány elnöke Külajos szívén viseli a magyar sportélet aranykorának emlékét, és Komáromi Tibort, a magyar birkózás legendáját invitálta meg Székesfehérvárra. Azokat a fantasztikus hírókat, hősöket, akik ott Helsinkiben 16 aranyat, 10 ezüstöt és 16 bronzot szereztek, kérem, azoknak a teljesítmény, még jobban kérek szépen alátámasztva, hogy igenis kérem, ez lehetséges, igenis kérem, a következő generáció erőt merítetnek ebből, és akkor tényleg hát mindenki jól jár. Az olimpiai ezüstérmes többszörös világ és Európa bajnok birkózó, aki fontos szerepet vállalt a Magyar Olimpiai Bizottság és a Birkózók Szakszövetségének munkájában is, örömmel tette eleget a felkérésnek. Ez egy csoda, nem gondoltam, bármilyen emlékműről lehet beszélni, bármire állíthatják azt, de azt, hogy Helsinki hősei kapnak egy ilyen emlékművet, hát meg vagyok hatódva teljesen. A bensőséges hangulatú találkozón Külajos elmondta, továbbra sem tett le arról, hogy a jövőben az olimpiai parkból a székesfehérvári emlékhelyről induljanak el sportolóink az ötkarikás játékokra, miután letették az olimpiai esküt, és legyen az 1952-es magyar olimpiai szereplés Hungarikum, tanítsák a sportoló hősök tetteit az iskolákban is.